választási adókat Vöröskereszt munkatársai országos néven látni szolgálatokozói nevében. Ötödik alkalommal a szerencsém Veszprémben köszöntem sokszoros névadókat, és mindig nagy örömmel tölt el, szép környezetben, igen nagy számban megjelent véradókat üdvözölhetek, köszönhetek. Hát hiányban van megoldás, csak nem tökéletes. Jó. Vagy kicsit, mintha bekapnám a mikrofont, úgy kell beszélnem. A véradás egy nagyon fontos része életünknek. Amikor évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt az ember először rájött, hogy ha elfolyik a vére, akkor megszűnik az élete, onnantól kezdve izgatta az emberiséget, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet megoldani. És én nem akarom Ádámnál és Évánál kezdeni, de számos próbálkozás, kísérletezés után ugye igazi lendületet, a vérrel való gyógyítás lehetőségét az adta meg, amikor az 1900-as évek elején Karl Landsteiner felfedezte a vércsoportokat. Különösen azokat, akik a véradásuk révén vannak itt közöttünk, és tisztelhetjük őket ajándékkal, levéllel. A Magyar Vöröskereszt egész közössége számára, és különösen a vezetőség számára fontos, hogy egy olyan civil szervezetet, egy olyan önkéntesekből álló szervezetet tudhat maga mögött, maga körül, amely hosszú-hosszú évtizedek óta minden körülmények között bizonyít, kiáll a vezetősége mögött, kiáll a magyar népesség, magyar lakosság bajában, katasztrófa idején, akkor, amikor szükség van a segítségre, kiáll Európa népeiért, és ha kell, akkor nemzetközi vizekre elvez, és ott is helyt áll, akár a világ túlsó oldalán bekövetkezett baj. Hogyan ezt talán már hallották tőlem, hogy nagyon szívesen jövünk, hogy együtt töltsük az időt, hiszen teljes meggyőződésem, hogy önök az emberiségnek egy nagyon elit csoportját, egy nagyon jó lelkű, nagyon áldozatkész csoportját képezik, akikkel mindig jó együtt tölteni egy órát, egy beszélgetést, vagy bármilyen eszmecserét.